Gyerekek, magyar edző ül ismét a Fradi kispadján, és láss csodát, Máté Csaba bemerte tenni Juniort, elnézést Rudi, tehát Lisztes Krisztián kezdőként, és hát ugye eső után köpönyeg, írja a Honvéd, mert hogy nem vigasztalja a kispestieket, hogy a hibázó játékvezetőknek álmatlan éjszakái voltak. Szóval magyar edzője van a Fradinak, és tudom, hogy rengetegen csettintenek ilyenkor, már csak amiatt is, mert ugye a legutóbbi adásban beszéltünk arról, hogy mennyivel másabb az, amikor például olyan gyerekeknek tudunk szurkolni, akik ugye például zalaegerszegiek, amiről én meséltem, és írta valaki, a legjobb példa arra, amit András mond, az jelenleg Lisztes Krisztián, mikor pályára lép a srác, az egész grupama hangulata megváltozik, az emberek, akik addig ültek, felállnak, a szotyi megy a zsebbe, a kezek elő, a szemek folyton a srácot keresik, és ha belebotlik a labdába, mondjuk nem belebotlani szokott, de nyilván ezt én viccesen írta, ugye Tom, akkor is csillog mindenkinek a szeme, zúg a taps, és érzed a szeretetet, ami a srác felé árad, 5 évestől kezdve 70 évesig mindenkiből. Ha a pályán van minden róla szó, jelenleg a lelátón, ott voltam, láttam, éreztem, teljesen más, egy külföldi nem adja vissza ezt se, soha sehogy. És ezt azért mondtam csak, mert az egy érdekes párhuzam, hogy azért most úgy ismét magyar edző ül a kispadon, és egy félig magyar segítője, Leandro de Almeida, mert ugye Leandro már gyakorlatilag magyar fiú, amellett, hogy Brazíliában nőtt föl. Rengeteg fradista ismeri, szereti őt, és ugye ezzel szeretném kezdeni, hogy szerintetek most maradjon Máté Csaba, ne maradjon, milyen edző, mert pont oda jött hozzám egy srác, egy fradista fiú, és kérdezte, hogy András, Máté Csaba milyen edző? És én annyit tudtam neki mondani, hogy szerintem azért lesz neki nehéz, mert ő olyan jó zsarunak tűnik. Vagy pedig szerintetek föl tudja venni úgy az öltöző hangulatát, hogy eddig ugye nyilván teljesen más szerepe volt a játékosokkal. Ugye Máté Csaba itt bevezetőnek, bocsánat, Iván, nem akarok nagyon belemenni, de ugye ő 2012-ben, ha jól emlékszem, jött a Fradihoz, ugye 2013-ban már volt egy-két meccse vezetőedzőként a kispadon, talán Détári Lajost követően, amíg Monyizát nem vette a brigádot, vagy ott volt valami váltás, és több edzőt is, ugye azokat az edzőket, akik folyamatosan a Ferencvárost emelték és rakták egyre magasabb polcra, végig szolgálta és segítette a munkájával. Szóval ő ezen a Dóli, Rebrovi, Stögeri, Csercseszovi úton magába tudta szívni azokat a dolgokat, amelyek sikere vezettek, és nyilván látott nagyon sok olyan dolgot is, amit ő másképp csinált volna. Ettől függetlenül, és ezért akartam először szólni, mert ha később szólok, akkor ez vitát generált volna Ivánnal, az meg az elején nem lett volna jó, de én azért nem vonnék le messze menő következtetéseket abból, hogy a Ferencváros játszott két kupamérkőzést egy olyan csapat ellen, ahol 6 gólnyi különbséggel tovább jutottak, és utána játszott egy csúcsformájától és csúcsidőszakától igencsak messze levő Fehérvárral, egy rengeteg hibával gazdagított mérkőzésen, még akkor is, ha tudom, hiszen mi azért ilyenekről beszélünk, nem árulok el nagy műhely titkok, hogy Iván azért nagyon sok pozitívumot is látott ebben a mérkőzésben. Kezdjük ott, hogy előtte annyival jobb lett volna. Szóval, hogy amikor itt Stögerről, meg Csácsaszovról beszélünk, Rebrov kivételével gyakorlatilag nem lehet olyan edzőt mondani a Ferencváros élén az utóbbi 12-13 évben, ahol azt mondhattuk volna, hogy fú, hát minden a legnagyobb rendben van. Sőt, még Rebrovnál is ugye volt olyan időszak, amikor azért megingott a hit az emberekben, de összességében az összkép az pozitívá vált. Ebből a szempontból én szerintem az elvárások egészen nagyok szoktak lenni a Ferencváros vezetőedzője felé, ami érthető ugyan, de szakmai szemmel nézve nem volt olyan fú, de lenyűgöző az elmúlt évek edzői felhozatala. Stögerről ugye
annyit tudtam elmondani annó, hogy, hogy az Európa Liga csoportküzdelmei során azért mutatott olyasmiket, ami pozitívan hatott esetleg a csapat játékára, voltak már labdakihozatalok, elkezdődtek bizonyos folyamatok, de összességében ő se tudott nagyokat újítani. Csercsaszóról aztán nem is beszélve, aki gyakorlatilag úgy kezelte ezt a brigádot, mint egy 11 főből álló államcsapatot, hogy kirakta a pályára őket, és akkor lehet menni. Nyilván ez túlzás, nyilván nem erre értem, nem így értem, persze edzettek, volt taktika, de azon a szinten, ahol a Ferencváros jelenleg van, az szerintem nagyon kevés volt Csercsaszovtól. Tehát ezért mondom azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy ne vonjunk le következtetéseket, hát nyilván ebben igazad van, de azt is hozzá kell tegyem, hogy már egy kis innováció, már egy apró lépés előre is egy olyan pozitív képet tud belém rakni, ami miatt hát optimistán tudok hozzáállni esetleg Máté Csabához. Én azt gondolom, hogy maradjon Máté Csaba. Ezt azért mondom, három ok miatt mondom. Az egyik az, hogy már most mutatja azt, hogy érett menedzsmentje van, tehát egy olyan menedzsmenti stílusa van, mivel, és egyébként a büntető.com-ra írtam erről egy cikket, mindenkinek ajánlom, ahol ezt részletesebben kifejtettem. Ilyenkor, amikor átveszi az irányítást egy edző, és megbízott edzőként ilyen ideiglenesen veszi át egy csapat irányítását, elmehet abba az irányba, hogy esetleg mindent megváltoztat. Vagy elmehet abba az irányba, hogy semmit nem változtat meg. Mind a kettő rossz döntés lenne, hiszen hogyha mindent megváltoztat, akkor hiába mutatja be, hogy ő mennyire sok ötlettel teli, bizony káoszt és zavart okozhat az öltözőn belül, illetve a klubház falain belül. Hogyha pedig semmit nem változtat meg, akkor pedig a játékosok mondhatják, hogy na jó, hát ez sem alkalmas a vezetőedzői posztra. Máté Csaba okosan kicsi apró dolgokat változtatott ez idáig, és én várom, hogy mi lesz a következő innováció, azon túl, hogy például Listás Junior árnyékként szerepelt a Fehérvár ellen. A második az az, hogy aki nem akar vezető lenni, általában abból lesz a legjobb vezető. Ugye Máté Csaba már többször bedobhatta volna, itt Amerikában van egy olyan kifejezés, hogy throw your head in the race, ez azt jelenti, hogy bedobod a sapkát a versenybe, magyarul a nevedet odatolod a kis cetlin, hogy hát igen, szeretnél vezetőedző lenni. Na most Máté Csaba tudtunkkal eddig egyszer sem csinálta ezt meg, ami mindenképpen pozitív dolog, hiszen azt jelenti, hogy saját akar volt szerinted? Hát szerintem megvan benne az alázat. Ez nem saját, ez nem saját akarat volt, egy szóba se került a neve. Nyilván egy olyan gondolatban, ahol jobb és jobb külföldi edzőket hozol, ott Máté Csabának eddig nem volt lehetősége. És különben és előbb, akkor most miért azóta van? Megnéztem, hogy csak egy javítás, ugye Monyizé és Dol között volt ugye két mérkőzése, de hogy most nyilván azért van, mert egy olyan helyzet alakult ki, ahol nem volt B-terv, senki sem számított arra, hogy egy mérkőzés után Csercsaszót fel kell majd állítani, vagy egy pár harc után a kispadról. Itt az a kérdés sokkal inkább szerintem jelen pillanatban, hogy amikor így a semmiből kell egy ilyen hirtelen jött megoldást alkalmazni, akkor ez hosszú távon mit fog eredményezni? Máté Csabában mi látjuk innen, hogy ő hosszú távon meg tudja azt ugrani, amit Csercsaszov vagy Stöger nem, és a Rebrov által felépített, valameddig eljuttatott, azóta azért csoportköröket biztosított, bajnoki címeket biztosított vonalat, ő ezt tovább fogja tudni vinni. Ezt szerintem jelen pillanatban innen kívülről mi nem tudjuk megmondani, hogy Máté Csaba milyen edző. És én erre mondtam azt, hogy egy mérkőzés után valószínűleg nem szabad még ebből messze menő következtetéseket levonni, úgy, hogy nyilvánvalóan három mérkőzésből hármat nyerni az egy szép teljesítmény, akkor is, hogyha egy teljesen más feltételrendszerrel rendelkező írcsapat ellen vagy ez, vagy egy gyengébb képességű, sajnálatosan gyengébb képességű Fehérvár ellen. Kérdeztem tőletek, ha ennyit elárulhatok, hogy szerintetek meddig marad Máté Csaba, és ez még a Vidi meccs előtt tettem fel a chatünkbe ezt a kérdést nektek, és Iván, te valami olyasmit írtál, hogy nyilván nézelődnek a piacon, de kivárnak, hogy találjanak akkor olyan edzőt, aki igazán nagyot tud esetleg a Ferencvárossal alkotni, vagy aki megfelelő lesz ehhez a kerethez. Tehát azért valahol a szíved mélyén, benned is benned van ez a ló, nincs addig jó a szamár is, és Isten ments, hogy megbántsa Máté Csabát, nem ezt akarom ezzel sugalni, de hogy egy vészmegoldás jelen pillanatban, amiből valami több is lehet. Tehát te most ezt látod Máté Csabában? Mert a cikkedben ugye gyakorlatilag már annak örülsz, hogy egy ilyen kis innovációt végre láthattál, és ahogyan fogalmaztál, nem egy nagy változást csinált, nem is maradt minden annyiban, amennyiben volt, hanem egy picikelt kis dolgon változtatott. Szóval, hogy ki tudja úgymond dugni a fejét, és
és akár akkor mondjuk, ha nem is a Ferencvárosnál, esetleg egy másik NB1-es csapatnál folytatja majd a munkát, vagy hogy látod az ő jövőjét, jelenjét? Szerintem nem új input szüksége a Ferencvárosra, hanem inspiráció. Tehát az, hogy egy olyan vezetőedző legyen a brigád élén, aki egy olyan utat tud mutatni, ami sokkal inspirálóbb, mint az unalmas Csercseszobi volt. Természetesen Rudival egyetértek, és természetesen Rudinak igaza van abból a szempontból, hogy azért került most Máté Csaba a Ferencváros élére, mert nincsen más. Igazad van, ha nincs ló, jó a szamár is, de ebből a szempontból a futball már csak ilyen. Sokszor előfordul az, hogy egy-egy játékos pontosan azért kerül be a csapatba, mert megsérülnek előtte 8-an. Most láthatjuk például a Vasasnál úr, vagy Lisztes Krisztián, igen, vagy a Vasasnál ugye Uram harmadik számú kapus lett, az most a Vasasnál első számú kapus, és akkor Nagy Ádám annó a Ferencvárosba is így kerül be, stb. Jó pár példa van erre vonatkozóan, és edzőknél is ez a helyzet. Az történt, hogy olyan földindulás kezdődött el a Bajnokok Ligája selejtezőjéből való kipottyanás után, hogy senki nem volt felkészülve arra, és ezért ugye nyilván Rudi kritizálta is a Ferencváros vezetőségét, jogosan, hiszen előtte meghosszabbították a szerződését nem sokkal, de egy olyan helyzet állt elő, amikor nem volt kihez nyúlni, muszáj volt a legközelebbi emberhez nyúlni, és az Máté Csaba volt. Ugyanakkor most egy olyan helyzet áll elő, hogy ezen a három mérkőzésen már pedig a Ferencváros sokkal jobban néz ki, legalábbis már a csapatösszeállítás, a momentumok, különböző motivumok tekintetében is, mint Csercseszob alatt. Kiemelném itt például Makreckis játékát, aki megint csak Máté Csabának a felfedezése, hogy kiteszi jobbekbe, úgyhogy ő belső középpályás. Aztán most volt először az, hogy Iszel után először, mert Rebrov használta ezt legutoljára, amikor árnyékékkel rohamozott a Ferencváros. Lisztes Krisztián junior és Zakari Eszen mind a kettő gyakorlatilag olyan káoszt tudott kialakítani a videóton védelmi vonal előtt, ami megint csak innováció volt, mikor volt utoljára magyar pályán árnyékék. Szóval én csak azt jelzem, Máté Csaba, bár igaza van Rudinak, és egyetértünk abban, hogy tényleg túl korai, stb. Mégiscsak Máté Csaba tudott olyan motivumokat belecsempészni ebbe a rövid időszakába, ebbe a három mérkőzésbe, arról, hogy a letámadásnak az intenzitása felerősödött, már nem is beszélve, hogy kívülállóként, aki tényleg csak az edzői munkát meg a szakmai oldalról próbálja megközelíteni, hiszen nem én vagyok az edzőben, nem tudom, egy magyar edző frissességet tudott hozni az egyértelműen legerősebb és tele külföldi játékossal felálló Ferencváros életében. Körülbelül nyilván egy kérdést azért még adhatok neked, vagy kérdezhetek tőled, hiszen ebben egy ilyen helyzetben... Erre várok. Ez a műsor. Egy ilyen helyzetben nekem az volt a tapasztalatom az elmúlt időszakban, de a játékos pályafutásom alatt is, hogy nyilván a legfontosabb feladat az, hogy egy ilyen pszichésen fejben lerombolt öltözőbe, amikor ráadásul egy ilyen megsemmisítő vereséget szenvedsz, akkor a legfontosabb az, hogy milyen gyorsan tudod visszahozni a játékosokat, milyen gyorsan tudsz jó kedvet teremteni, hitet adni nekik az öltözőben. És ha megnézzük azokat a nyilatkozatokat, amelyek készültek például most a Vidi meccs után, Varga Barna is ugye azt nyilatkozta, hogy az utolsó három meccsen mentálisan már rendben van a csapat. Ő is egy picit ezzel így, mintha visszaszúrt volna, hogy amióta Máté Csaba az edző, azóta beköltözött a jókedve az öltözőbe, és hogy valószínűleg ez a legfontosabb, és szerintem a legnagyobb eredménye Máté Csabának ez az elmúlt időszakban, hogy valóban egy felszabadultabb Fradit látsz a pályán. Most az, hogy a Shamrock elleni mérkőzéshez most Ben Romden helyett Barát játszott, vagy Márkinyosz helyett Owuzu, vagy éppen Varga helyett elő Lisztes. Nyilván ezek nem olyan nagy változtatások, ezek elképzelhető, hogy akkor is lettek volna, hiszen nemzetközi kupamérkőzés jön újra és újra. Szóval, hogy ezek amúgy is benne lettek volna.
volna, de nekem pont ez egy ilyen kis üzenet is volt a szurkolók felé is, hogy na, itt van Lisztes Krisztián, és bemerjük rakni, és ott van most négy magyarral állok föl. Szóval a Csabi sokkal inkább, szerintem magyar emberként átérzi, hogy mi kell a közönségnek. És én sokkal inkább ebben a jó hangulatban látom, és ezt akartam kérdezni tőled, hiszen kérdést szerettem volna feltenni, hogy nem érzette is azt, hogy ennek van a legnagyobb súlya jelen pillanatban a változtatások terén? Szerintem ez egy rendkívül okos és intelligens meglátás a részedről, hiszen én is azt gondolom, hogy üzeneteket rejtett el Máté Csaba ebbe a pár hétbe, amióta átvette az irányítást. Te azt mondod, hogy a szurkolók felé, illetve magyar emberként a magyar támogatói réteg felé. Meg az én azt gondolom, felé. Na, köszönöm. Én azt gondolom, hogy inkább az öltöző felé is kacsingatott, amikor például Tokmakot nem kezdette ezen a mérkőzésen például. Szerintem ez egy ilyen apró, kicsi üzenet. Mert ugye hogy működik, és Rudi, ebbe te sokkal-sokkal jártasabb vagy, mint én. Én is megfordultam pár öltözőbe, azt gondolom, hogy szintektől függetlenül ez egyébként egy konstans dolog, de azért mégiscsak a profi világban te vagy jártasabb. Én azt gondolom, hogy amikor valaki nem akar visszatámadni a mérkőzésen, és látványosan nem akar visszafutni, kisegíteni a saját társát, és én itt nem csak Tokmakra gondolok, hanem például Ryan Mayra is, aki ugye már nincsen a Ferencváros kötelékében, akkor az ellen a vetélytársak, illetve az öltözön belüli csapattársak, azok furcsán néznek arra a kezdő csapatra, amikor Tokmak már megint 90 percet játszik, vagy megint megkapja azt, hogy jól van, Toki, ügyes voltál, vagy nem, senki nem kritizálja, miközben az a teljesítmény, ami elvárható lenne, nincsen mögötte. És itt nem Tokmakra szeretném kiegyezni, mert mondok egy másik példát, például Sisi és Semyen Mayét. Látványos, hogy Semyen Mayé mennyire nem egy vezér alkat, ami a védelmet illeti. Megint csak jártasabb vagy ebbe a témába, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményedre. Úgy tűnik nekem, hogy Sisi azonnal átvette az irányítást, és azonnal Sisi az, aki a vezérbika, és szervezi a játékot Semyen Mayé helyett, aki sokkal jobban nézett ki, mint az utóbbi hetekben, amikor ő neki kellett vezetni a védelmet, és ő volt az, akire mindenki úgy tekintett, mint a vezérbikára. Mondok még egyet is, utolsót. Lisztes Junior. Amikor egy fiatal játékos betoppan az öltözőbe, ő lesz az, aki a leghangosabban, nem valódi hangerővel, hanem a játékával a leghangosabban mondja ki azt, hogy már pedig nekem helyem van a kezdő csapatban, helyem van, hogy játszak. Ugye volt ez a not bad, meg majd még berakjuk pár percre, meg még meglátjuk, meg még fiatal, nem úgy van az, volt ez, ugye Cselcse, szóval nagy öreg róka, aki tudja, hogy hogyan kell a fiatal betenni, és az egész öltöző, az egész csapat látja, hogy már pedig Lista Juniornak játszania kell, mert ő a legjobb játékos támadó harmadban, jelen pillanatban. Engem nem érdekel, hogy bárki bármit mond, árnyékéként, szélsőként, bárhogyan a kapu elé érkezik, és nagyon jó helyzetkihasználása van. És ilyenkor, amikor beteszel azt a játékost, aki ordibálja, hogy már pedig be kell tenni, akkor egyöntetően az öltöző bólogat, hogy így van, így van. És ezzel tudod visszaszerezni azt a mentális rombolástból maradó dolgokat, ami ahhoz kell, hogy a Ferencváros kiegyensúlyozott tudjon lenni. Hát Rudi, vélemény erről? Megerősíted ezeket a dolgokat? Hogy néha, hogyha a szerepeken kicsit változtatsz, meg belenyúlsz az öltöző életébe, egyébként hozzáteszem, nyilván azért az is jót tehet az öltözőnek, Dibuszéknak, hogy a magyarok tudnak dominálni, mert hogy miért ne tudnának, hogyha megkapják a lehetőséget. Szóval, hogy ezek jót tehetnek? Hát igen, ha megnézed, hogy kik azok, akik nem játszottak, és a kispadon ültek, akár mi miatt, ugye Marquinhos, egy golyák, egyben rondán, szóval olyan nevek, akikért azért súlyos pénzeket fizetett ez a Ferencváros, és Máté Csaba inkább bedobta Krisztiánt, bedobta a barátot, még akkor is, hogyha volt labda eladása, és ugye gól született belőle, de hogy ezek jó jelek, hát nyilván mindenki szívesebben néz, és amit felolvastál a legelején, ahhoz csatolnék még vissza, és egy dolgot kivennék Ivánnak is a monológiából, azért nem többet, mert akkor nagyon elnyúlik a műsor. Szóval, hogy amit felolvastál, és ugye ugyancsak Krisztiánra vonatkozott ez a szurkolói hozzászólás, az azért különleges, mert hogy érdekes, hogy nagyon szeretik Dibuszt, de nem róla írt. Nagyon szeretik szerintem, barátot is elfogadták, nem róla írt. Egyedül a saját nevelésű játékosról, aki
ahogy szokták mondani a Fradiban, és nálunk is mindig ezt hangoztatok, hogy a mi kutyánk kölyke, és a mi kutyánk kölyke ugye az felerősödik, megtanul járni, és kifut a nagy érdemű elé, és nem hogy kifut, hanem mindenkit hülyére vesz, és rúgja a gólokat. Kirázza hideg. Szóval igen, hogy ennek van, itt, ennek van értelme, hogy ezért szeretnek az emberek futballmérkőzésre járni, hiszen a saját gyereküket láthatják. Ivánnak annyiban reagálnék a dolgaira, hogy, és itt vissza, hiszen feldobott egy labdát a védelemre, hogy valóban Sissé volt, aki jobban játszott, de ő is szerintem nagyon nagy hibákat követett el Kodró góljánál, melyik sarkot védem. Egy védőnek a pláne egy az egybe közelebb kell állni a csatárhoz, hiába van eladott labda, nem védte a hosszú sarkot, nem védte a rövid sarkot, Dibusz ezért nem tudott elugrani, se nem tudta, hogy melyik sarok az övé. Az első fél időben Kastráti góljánál ő volt az, akit megkerültek. Szóval nekem mindkét oldalon a mérkőzésen pont, hogy a belső védők nem tetszettek. Szemlémájától ennyi hibát én nem láttam még mérkőzésen, amikor az első fél időben úgy futották le, hogy ez sokkal inkább rám volt jellemző, és akkor leszek önkritikus, hogy lassabban fordultam, mint a hetes busz, és őt úgy kerülték meg, aztán pont Kastráti volt, talán utána a Kodrónak a lövése következett az első fél időbe, hogy csak néztem, ilyen tőle soha nem láttam. Kodró fejes góljánál ki volt az, akinek kellett volna vele mennie, ott is volt egy olyan lövés, amikor nagyon messze állt, szóval Szemi már ilyen rettentő sok hibával játszott ezen a mérkőzés, és ez nemzetközi szinten azért előbb-utóbb visszaüthet. Hát a Fehérvárról meg majd úgyis beszélünk, mert az ő védekezésük az meg szerintem külön fejezetet igénye. Mielőtt áttérünk a Fehérvárra meg a meccselemzésre, azért, hogy milyen érdekesek a szurkolók is, valaki azt írja, ha te odaülnél ez a csapat, akkor is fog így focizni, bárki ültetnének le, ezt kisújból tudná hozni, de ez rohadtul kevés egy ilyen kerettől. Ma ez a gyenge Vidi is rúgott 3 gólt, változás kell. Egy olyan edző, aki taktikát, fegyelmet, szervezettséget és stabilitást ad a csapatnak. Aztán jön az ellenpélda, hogy írja pont Betty, egyébként pont Iván elemzése alá, hogy ő szerinte meg, hogy remekül nyúlt bele a meccsbe, nagyon jó meglátás, hogy vannak a játékosok, mosolyognak a pályán és élvezik. Szóval értitek, azért is olvastam föl kettőt. Na jó, de Betty az a Militár Fanklub jeles tagja biztos. Igen, de értitek, hogy miért olvasom fel ezeket, hogy van, aki azt látja meg, hogy ja, hát kezdette őt, aztán betette cserejének őt, és ő milyen jó volt, de hát miért nem ő volt akkor a kezdő? Gondolom, sejtitek, hogy a gólpassz királyra gondolok, de hogy annyira furcsa, nem? Tehát, hogy mindenki más szemüvegen keresztül nézi az eseményeket, ugyanakkor nem tudom, hogyha megkérdeznék őket, hogy jó, de akkor Máté Csaba helyett ki, akkor arra mit felelnének? Egyébként legyen is ez az epizód kérdése, és majd írjátok meg nekünk, hogy maradjon Máté Csaba, és ha igen, miért, és ha nem, akkor miért? És akkor most jön az a bizonyos elemzés, mert szerintem az sok mindenre rávilágít annak kapcsán, hogy milyen innovációk voltak Csercseszovhoz képest. Igen, hát én a Vidinek a pressingjével kezdeném, ami egyúttal a Ferencvárosnak a labda kihozatala is. A Vidi Press nevű képet nézzük most éppen. Ugye én arra utaltam már, hogy Máté Csaba nem ugrott fejest, és nem akart mindent egyszerre megváltoztatni, ezért például a felállási forma maradt 4-2-3-1, vagy ahogy én mindig szoktam, 1-4-2-3-1, meg kiadjuk a kapust, mint hogyha ő ne lenne játékos. Szóval 1-4-2-3-1-es felállásban játszott a Ferencváros, és ebben a formációban a legfontosabb, talán a legfontosabb rész az a dupla szűrő, ami egyébként a világ labdarúgásában jelenleg a Brightonnál hozott egy új szint a futballvilágba, egy teljesen új gondolkodásmódot arról a rigid Mourinho-tól megszokott 1-4-2-3-1-be, amelyikben arról volt szó, hogy a dupla szűrő egész egyszerűen csak a védelem előtt próbálja megszűrni a támadásokat, és a lehető legegyszerűbben futballozik. Na most ez Roberto De Zerbi irányítás alatt nagyot változott a Brightonnál. Olyannyira, hogy most már a hétvégi Community Shield mérkőzésen a Manchester City is nagyon hasonló motivumokat használt. Na most nem akarom a Ferencvárost a Manchester Cityhez vagy a Brightonhoz hasonlítani, ugyanakkor, amit nem szeretek Sigér Dávidban, hogy rengeteget fut és túlságosan sokat mozog, és pozíció kívül helyezkedik egy csomószor, az ilyen dupla szűrős rendszerben megengedett, és még pozitív hatásokkal is bír. Mind a ketten
Marát Péter és Sigér Dávid is képes volt életet lehelni ebbe a dupla szűrőbe, és kialakított egy olyan problémakört, ami a Vidi letámadása egész egyszerűen nem tudott mit kezdeni. A képen is látszik, hogy Kodró megfelezi a pályát, a két belső védő közé helyezkedik, ezáltal megpróbálja a Vidi jobb oldala felé terelni a letámadást, vagy a labdát. Ugyanakkor Sziszét itt kiemelem, aki jól érzékeli, és labdával egyébként nagyon ügyes Sziszé, jól érzékeli, hogy ő a harmadik ember, Figér Dávidnak lehet befelé passzolni, és megkaphatja Sziszé, vagy esetleg befordulhat Sigér Dávid, mert az is látható, hogy nem volt elég második hullámban érkező Vidi játékos letámadásaik során, ami azért volt, mert Lisztes Junior és Zachary Assen a védelem előtt vissza-vissza lépegetett, ami Debbie Floresnek és Christensennek egy olyan érzést adott, hogy nem akartak feljebb lépni is Sigér Dávidra és Barátra, ezért a dupla szűrő képes volt gyakorlatilag ketté felezni a Vidi játékát, és a Vidi letámadásai ezért hatástalanok voltak. Jól látszik egyébként, hogy Sön túlságosan nagy távolságokat kellett befutnia, Kastráti és a Uri túl későn vagy túl hamar támad le. Egész egyszerűen a Vidinek a letámadása a dupla szűrő miatt, és a labdabiztos belső védők miatt a Ferencváros ellen nem működött. Ezzel szemben a Fradinak a letámadása már annál inkább, ugye így született Lisztet Junior vezető találata is, ugyanúgy ők is kettészelik a pályát, csak az a különbség, hogy itt már bátran feljött a Ferencváros. Szerintem nagy különbség volt a letámadás intenzitásában a két csapat között. Jól lehet látni, hogy Barát egészen feljebb tolódik, Zachary Essen ugye a tőle megszokott intelligenciájával helyezkedik két ember között, és itt a kulcs, Ramirez a kép bal felső sarkában lehet látni, a Fradi Press című kép bal felső sarkában, amint Ramirez kész ugrani, és a Vidi jobbekére, Bese Barnabásra, később Csongvaira felfutni. Kiemelendő, hogy mennyire bátor és előremutató volt a Fradinak a letámadása, sokkal intenzívebb, mint amit megszoktuk a Csercsszobéra alatt, illetve sokkal strukturáltabb is. Szerintem erre nagy hangsúly volt fektetve a felkészülés alatt, a mérkőzésre való felkészülés alatt, mert nagyon sokszor nagyon jól tudták lezárni a területeket. Ovosu látszik, ott rosszul írtam a nevét, U-val kell írni a nevét, azt hiszem. Ovosu lesi a felpasszolt labdák lehetséges útját, olyan emberelőnyt tudtak kiharcolni a labda körül, fönt egészen a Vidi védelmi vonaláig, ami sok olyan esetet, szituációt eredményezett, amikor a Fradi meg tudta szerezni a labdát. Aztán ezen is mondtam a Leandro, hogy jól mondod, hogy sokkal frissebbnek érzem a csapatot, és szerintem még fejlődni kell abba, hogy intenzívebb legyen a játék, ugyanakkor erre figyeltek, tehát hogy az erőléti edzéseket így készítették elő. Ezek nem tudom mennyire visszaszólások az előző érához képest, meg hogy ez mit jelent a gyakorlatban, de azt mondta, hogy nyilvánvalóan kell a kemény edzés, keményen is dolgoztak az elmúlt két hétben, de azért kell a frissítés is. Igen. Melyik csapat nem dolgozik keményen? Igen. Hát mi a munkába hiszünk, munka, megyünk tovább a megkezdett úton. Én feldobnék egy labdát, Rudi, a Vidi védelmi vonat című képet hoznám ide, amelyik hát a Vidi védelméről egy egész súlyos látleletet ad. Ugye ez Aufani-nak a második gólpassza, ami ugye Zachary Essennek adta. Itt még csak kis emeltem, most veszem észre azt az apró momentumot, hogy itt Varga Barna keresztbe fut, és ezáltal teremti meg a területet Zachary Essennek. De légy szíves, magyarázd el, hogy Csongvai, aki hát a jobb oldali védőbe szállt be ezen a mérkőzésen. Hogyan gondolta azt, hogy ő embert fog, mint amikor a söprögető beállós Lothar Matthäus típusú történetet láttuk a 2000-es években, amikor a két szélsővédő a két szélsővel gyakorlatilag mint egy emberfogó megy föl és le. A védelmi vonal a Vidinek olyan zavarba volt, és olyan rendezetlen volt, és az a nagy igazság, hogy ez már az Újpest elleni találkozón is látszott, amikor nincsen nyomás az ellenfél labdás játékosán, és fel tud nézni, és be tudja löbbölni a védelmi vonal mögé a labdát, akkor a Vidi játékosa itt szemből várják ezt a felívelést, nem oldaltálva, nem anticipálva, elővételezve azt, hogy ez a labda hova érkezhet. Ráadásul Csongvai miatt
egészen szélesen és egymástól kisegíthetetlen távolságokra vannak. Szerintem hatalmas probléma van a Fidi védelmi vonalában, de mint belső védő feldobom a labdát. Mit gondolsz erről? Hát ha megnézzük ezt a képet, és közben én is megtaláltam, míg beszéltél itt az e-mailedben, akkor azért azt lehet látni, hogy ugye eleve hárman vannak már a labda vonala mögött a Viditől, és hatalmas területek vannak nem csak a Bufani előtt, hanem szinte minden játékos előtt, hiszen láthatjuk, hogy Zakariasen is milyen üresen indul be, ahova beindul Varga Barnabás, ugye a két középső védő Larsen és Spandler mögé, ott pont Csongvai rossz helyezkedése okán, ott is hatalmas területek Igen. vannak. Itt lehet látni, hogy a Fradi megadja azért itt baloldalra a szélességét, de hát ez egy tök irreleváns terület, és ilyenkor jut mindig eszébe az az embernek, és nem megbántva Csongvait nyilvánvalóan, mert szerintem az ő helyezkedése még a kisebb hibák közé tartozott ezen a mérkőzésen a Fehérvár védekezésében, de hogy amikor erre szokták mondani, hogy az a játékos, amely minden poszton tud játszani, az igazából sehol nem tud, hogy egy középső védőnek a skilljei nyilván teljesen más dolgokat igényelnek, mint egy szélső védőnek a pozitívumai és erősségei, és hogy vannak ilyen vész megoldások, ugye Bese az első fél időben labdát adott el, abból lett tisztes Krisztiánnak a gólja, de ettől függetlenül Rezsák elégedetten nyilatkozott róla a mérkőzést követően, sőt azt is mondta, hogy taktikailag szerinte nagyon rendben voltak, hát mondjuk ezekből a képekből látszik, hogy nem feltétlen igaz ez az állítás, de tény és való, hogy ilyen távolságok védekezésben, amit a középpályás soknál is látunk, amit a védekezésnél a sorai között hatalmas távolságok vannak, és senki nincs a helyen, a két szélső hátvéd végképp nincs. Nyilván nagyon nehéz helyzetben van ilyenkor a két belső védő, elmenjek a beindulóval, ne menjek el, hova jöhet pontosan a labda. Ettől függetlenül Spandernak a felelősségét azért nem írnám le a nullára, hiszen azért nem volt ez egy olyan tökéletes indítás, mint amilyen jó helyre ment, ott Spandler elkalkulálta magát, szerintem ott belső védőként sokkal erélyesebbnek kellett volna lenni, és el kellett volna fejelni a labdát, de ugyanez elmondható Larsenről is, hiszen Varga Barna felpassz utáni befordulásánál ő is ugyanakkor áthibázott. A Larsen az egy nagyon gyenge futballista egyébként, ezt most jegyzem meg. Meccsről nem tudom, hogy mit keres a Vidi belső védői között, tehát ennél már Csongvai is jobb lenne belső védőben, szóval Larsen tényleg egy egészen egyszerűen gyenge pontja a Vidinek. Hát nem kevés gólt kapta két forduló alatt, igen. Ez mutatja ennek alátámasztását. Nyugodjatok meg, mert a Fehérvár vezető edzője elmondta, hogy a vereség ellenére hiszi, hogy várnak rájuk még szép napok. Joggal hiszi egyébként? Ti láttok olyan fejlődést, amiről Kodró is beszélt, hogy kijelenthető, hogy az előző idényhez képest fejlődtünk, és mindent megtettünk, nyilatkozta, ugye, amit tudtunk, 0-2-ről fordítottunk, de itt sem szereztünk pontot, és ez a legrosszabb. Szóval, hogy most azt láttátok a Vidiben, hogy még azért nyilván nem a Ferencváros ellen, de a többi csapat ellen lehetnek szép periódusaik? Mert azért csak az utolsó helyeken vannak két forduló után, nyilván még nem lehet pálcát előttük, de ettől főleg sok gólt is kapnak, ugye 7 gólt kaptak már. De én ezzel ott kezdeném, hogy emlékezhetünk, hogy Huszi Szabolcsal ilyen gyakorlatilag egy ilyen fesztivál szezon indult, amikor 2-2 döntetet játszottak a Fradival, és úgy tettek, mintha itt minden megváltozott volna, aztán utána visszacseperedtek ugyanabba a mederbe. Én azért megvárnám azt, hogy hogyan teljesítenek ezután. Mindenesetre, hogy egy kis feldobjam a labdát a komment szekciónak, aki meghallgatja Zseláknak a sajtótájékoztatóját, tökéletes angolsággal, egy nagyon intelligens emberről beszélünk, csendes, nyugodt. Nagyon szimpatikus különben. Nagyon szimpatikus. Teljesen kirázott a ideg, amikor hallgattam, mert Máté Csaba is nem kevésbé szimpatikus. Hát nem is úgy éreztem, mint hogyha NB1-es sajtótájékoztatót hallgatnék a YouTube-on keresztül. Most volt, megjegyzem először, hogy végighallgattam egy ilyen eseményt, mert teljesen elragadott magával az a szimpatikus lény, ami mind a kettő jelenség, ami mind a két csapat vezetőedzőjéből áradt. Ez egy, kíváncsi lennék, hogy egyébként melyik magyar edző tudna angolul egy bajnoki után egy teljes sajtótájékoztatót lenyomni, zárójelbe zárva. De
A Vidire visszatérve, én kicsit negatívan vagyok. Miért magyarok az újságírók? Persze. Azt egyébként azt is hallottam, hogy az újságírók sem hajlandóak vagy képesek angolul feltenni egy kérdést. Én aztán igazán szeretem a magyar nyelvet, de azért, hogy mondjam, szerintem illene manapság már egy újságírónak is, meg egy edzőnek is két nyelven beszélni, mert hát hogyan tudsz tájékozódni, ha nem úgy. Na mindegy. Máshogyára zárom be a záróját. Szóval a Vidire visszatérve, én egy kicsit negatívabb vagyok, mint aminek lehetnék igazából. Én szerintem az történt, hogy nagyon nagy szerencséjük volt a góloknál, kivéve a szögletni, amiről mindjárt egy említést teszek. De a másik kettő gól gyakorlatilag botladoztak, az ellenfél is, ők is beleroncsoltak egy labdába, a barát ugye belerúgta valakinek a mellkasába, ami pont úgy pattant, tehát hogy nem arról volt szó, hogy a Vidi olyan fú, de tudatos lett volna, meg visszajöttek a meccsbe. Igen, arról van szó, hogy küzdeni akarás megvolt, voltak több mint 7000-en a lelátón, és ez kellene lenni a minimumnak, ugye, a nézők részéről is, meg a fehérvári játékosok részéről is. Szóval én egy ilyen nagy lelkesedést láttam, meg azt, hogy egy kicsit visszatért a pozitívabb hangvétel, ami egyébként az NB1-ben elég is arra, hogy valaki a hetedik helyen legyen. Én ugye skizofrén állapotnak hívtam ezt a Vidinél, mert tavaly még a nemzetközi szereplés volt, idén a kiesés elkerülése, és mind a kettő egy ordas nagy hazugság. Tehát itt a középmezőnynél tartunk, egy rohadt jó kerettel, ha valaki ki tudja hozni a rohadt jó keretből, NB1-es szinten rohadt jó keretből, ha valaki ki tudja hozni a maximumot, akkor nemzetközi szereplés, ha pedig valaki iszonyatosan elrontja, akkor kiesés ellen. De ez egy gyakorlatilag negyedik, ötödik, harmadik, negyedik, ötödik típusú játékot láthatunk a Viditől úgy általánosságban. De hogy valami pozitívummal is szolgáljak a Vidi szurkolóknak, a szöglet gól egyébként, mert ezt, hogyha már kielemeztem, akkor megmutatom, Kodról szöglet fejes címmel, egy kifelé kanyarodó beadás volt, és ott egy nagyon jó blokkoltak Kodrónak. Egyébként Spandler végig a hosszú oldalra érkezett, nem tudom, hogy hány videóelemző vagy ellenfél elemző nézi az NBA-ből az adásainkat, de azért kijelenteném, hogy Spandlernek lesz lehetőség a hosszúra forgatott labdából ebben az idényben egy párszor, és hát ez egy nagyon jó kidolgozott szöglet variáció volt. Ez már valami, ezt lehet egyébként, erre lehet pozitívan építeni. Magyar NB1-ben szöglet szabadrugásokkal már konkrétan 10 meccset lehet nyerni, hogyha olyan vagy, mint Sertője Aurél Paksa volt egy bizonyos időszakban. Rácsatlakozok gyorsan Ivánra, mert én se látok különben hatalmas fejlődést a Vidinél. Csupán azt, amiről ő beszél, hogy kiváló játékosai vannak továbbra is a Vidinek. Ha ezek a kiváló egyének jól teljesítenek az adott napon, akkor tudunk tőlük látni olyan dolgokat, amelyek más csapattól nem, és akkor igen, pillanatokra fel tudják venni a Fradival a versenyt. De az, hogy ez hosszú távon sikerüljön, szerintem ez képtelenség. Reagálva Ivánnak is a felvetéseire, azért a másik oldalt is nézzük meg, hogy mi Lisztes gólja az egy kidolgozott helyzet volt, tehát egy eladott labda hátul. Utána a szabadrugás. Ramíreznek a 30 méter előtt szabadrugását, onnan az akkora kapusiba, hosszú sorokra megy, ott, ahol a kapus áll, beálltak ketten a sorfalba, kidéptek. Szóval mind a két oldalon kellettek hatalmas hibák, ezzel csak azt akarom mondani, hogy ezek a gólok születhessenek. És amit még hozzá akartam tenni, az vissza a topik elejére, az mármint ennek a pici résznek, ugye Grezsák nyilatkozatához, ő azt mondta, ami nagyon megütötte a fülemet, hogy próbáljuk fejleszteni hétről hétre a játékosainkat. És ez is volt a fordítás, de angolul is ezt mondta különben. És elgondolkoztam, hogy ebben a korban kell még fejleszteni a játékosokat. És eszembe jutott nekem, és el is mondom, hogy miért, nyilván lehet apróságokat hozzátenni, de amikor kikerültem ugye Németországba, pont Rehágel volt az, aki azt mondta, hogy hát gyerekek, hát itt 20 éves korotok fölött, amit nem tanultatok, az nekem kellene megtanítani. Szóval, hogy ott ő neki az teljesen természetes volt, hogy ő ott már kész játékosokat kapott, és övé a finom hangolás, övé az, hogy milyen taktikával, milyen elképzelésekkel, milyen filozófiával, mit fogsz elérni a pályán. És ha bármit tanítani kell ezeknek a játékosoknak, még egyszer mondom, szerintem főleg magyar szinten egyetértve Ivánnal kiváló labdarúgók,
szerintem az már rég probléma, és én ezt a kis pluszt nem érzem jelen pillanatban a Videótonnál, hogy hol van az a hozzáadott érték, ami azt mondjuk, hogy mondjuk a Fradin kívül mindenkit agyonverünk, mert hogy normálisan ez bőven benne lenne ebbe a Fehérvárba. És még ehhez hozzátéve, én meglepődtem azon is, hogy Siófokon csapatépítő volt ugye ezt a mérkőzés előtt, szóval, hogy már erre miért kell a szezon elején sort keríteni. Oda mi is szoktunk csapatépítőre járni, nem? De mindegy. Érdekes történet ez a Fehérvár, de még kivárunk nyilván, és figyeljük őket is. Egy viszont biztos, hogy figyeltük a Puskás Újpest meccset is, de Szőlősi György is figyelte, és azt írta ugye az NS vélemény rovatában, hogy 3 perc után odajutottunk, ahova VAR nélkül is. Szóval a Nemzeti Sport főszerkesztője írja, mindig eszembe jut, amikor elsőként vetődött föl az úgynevezett videóbíró bevezetésének ötlete, Nagy Miklós a játékvezetői testület korábbi elnöke, egykori FIFA bíró, nagyon ellenezte a döntést, mondván a futballhoz igenis hozzátartozik, hogy egy-egy játékvezetői tévedésről másnap vitatkozni lehessen a kocsmában, és ezt nem kellene elvenni a szurkolóktól. Nos, roppan naív volt, hiszen az úgynevezett VAR széleskörű bevezetés óta nemhogy nem szűntek meg a viták, de még erősebbek bennünk a tehetetlen, tehát erősödött ugye a tehetetlen érzés, és nem is olvasom tovább, mert hogy tényleg fordulóról fordulóra mindig ki tudunk emelni egy-egy olyan VAR ítéletet, vagy egy olyan történést, amit hát hiába akarnak már ilyen 3D-s ábrákkal, meg mindenféle vonalazással, meg szünetekkel, mérlegeléssel nekünk tálalni, valahogy nem érezzük azt, hogy tökéletes döntés született. Valószínűleg nincs is tökéletes döntés, de hogy konkrétan egy kicsit erről a Puskás Újpest bajnokiról, illetve arról az ítéletről, ami miatt ez a kis jegyzet megszületett, beszéljük, ha jól tudom, még ábránk is van róla, ugye Iván? Van bizony, de én azzal kezdeném, hogy majd erről beszélünk is külön a szituációról, de én azzal kezdeném, hogy Szőlősi György, illetve van még pár ilyen ember, akit megismerhetünk, a Szegeden például van egy Vitos György nevezető ember, aki hasonló dolgokat szokott, hogy neki minden évről van egy ilyen futballkrónikás, ilyen klasszikus értelemben futballkrónikás, ki minden évben kiad egy könyvet, egy felújított változatát a szegedi futballhistóriának, és vannak ezek a, hát én amerikai szóhasználattal élve, ez a, nem is inkább magyarul próbál mondani, ez egy ilyen, a futball konzervatívjai, tehát a futballnak a régi idők fociának boomerjei. Konzerválása, igen, a boomerjei, a régi idők fociának konzerválására hát hogy mondjam, elhivatott emberei. Na most Szőlősi György ezeknek a szószólója. Tehát ő már a kezdetektől, és egyébként ebből a szempontból konzisztens, hogy a kezdetektől fogva a videóbírót ő ellenzi. Ugyanígy ellenzi, amikor arról beszélgetünk, hogy valaki, mit tudom én, színes hajjal megy ki a futballpályára, stb. Igen, tehát hogy... Igen, szóval, hogy ezekben a témákban ők általában... De erről már beszélgetünk régen, nem, hogy El Pasóba lehet Dacia-val is menni, csak feltalálták a repülőgépet. Igen, igen, szóval a konzerválásnak a szószólói. És én azért szóval mondanám, régen minden jobb volt, típus. Igen, régen minden jobb volt, igen, és egyébként, hát hogyha már a miniszterelnök úrról beszélgettünk múlt héten, azért én így halkan jegyezném meg, hogy azért neki is vannak olyan kiszólásai, ami ebbe a csoportba rakja, és a futballtársadalomnak ezek fontos tagjai egyébként. Mert van egyébként a túloldalt, érdekes, hogy ez, mint hogyha politikáról beszélgetnénk, van a túloldalt, akik meg aztán tényleg a mindent, hogy és erre most nem akarom a Rudit ide behozni, az AI-t, meg az Artificial Intelligence, de hát az már egy azért eléggé erre ebbe a csoportba, ebbe az átellenes csoportba tartozik, aki szerint ugye itt mindent már a robotok, meg minden a modernitás, és minden a szabadság miatt kialakuló újdonságok fogják átvenni. Én a kettő között állok, egyébként be kell valljam, hogy én egy kicsit a
régi idők focia felé tendálok azért, még egy kicsit, mert én egyébként látok abban igazságot, amikor azt írja Szőlősi György, hogy hát, hogyha tényleg a kocsmákban egy jó téma az, amikor szíthatjuk a bírót, viszont mondjuk ezzel... Mondjuk már nem a kocsmákban, ezt rosszul értenem a Facebookon, de mindegy, ez csak persze, én. Igen, egyébként, igen, a troll hadsereget, igen, de ugyanígy egyébként, és ezért itt viszont át is adom a szót, én viszont azon az állásponton is vagyok, hogy én nem is értem azt, hogy ő mind vitázik. Tehát nem értem. Ott van a számítógép, az megmutatja, hogy melyik játékos volt előrébb, és hogyha az a játékos volt előrébb, amelyik a csatár, akkor az les, hogyha meg nem, akkor meg nem les. Ezen én alapvetően nem értem azt, hogy a videóbírót hogyan lehet ebből a szempontból kérdőre vonni, ha bár, és itt jön be a kép, a szolnoki indítás képe, amikor ezt egyébként egy másik elemzéshez csináltam, ugye az Újpest nagyon hosszú, meg a védelmi vonal a Vidiéhez hasonló, de lehet látni, hogy ezt abban a momentumban fotóztam le, ez egyébként az élő feedből volt, amikor Szolnoki Roland hozzáér a labdához. Ez az egyetlen valós állítása, vagy nem valós, ez az egyetlen olyan állítása Szőlősi Györgynek, amelyikkel egyébként tudok azonosulni, meg kérdőre vonom, hogy melyik az a pillanat, amikor a labda elrugásának pillanata. Ez mindig szubjektív lesz, és nem objektív, hogyha csak valami csipet be nem ültetnek a játékosok sportszárába, vagy a cipőjébe, és a labdába egyúttal, és akkor ezzel ki lehet mutatni. De ez az egyetlen olyan momentum annak, vagy olyan része annak a cikknek, amit megírt, amikor felhúztam a szemüldökön, és azt mondtam, hogy ez egy jó megállapítás. Igen, azt azért ne felejtsük el, és ezt mindig mondták, és ha már Szolnoki Roriról volt szó, azért volt egy másik esemény is, nem is olyan rég vele kapcsolatosan, és a Honvéddal kapcsolatosan, hogy azzal, hogy a videóbíró megérkezett a világ futballjába, nem tűntek el a hibák. Szóval aki azt hiszi, hogy innentől fogva nem fogunk hibát látni, az téved. Hanem elmondták ugye azzal a mérkőzéssel és a tavalyi év értékelésével kapcsolatosan is, hogy tavaly például volt, vagy a videóbíró érkezése előtt volt évente 60 súlyos hiba, most van 17 súlyos hiba per év. Szóval a számuk nagy mértékben csökkent. Azzal én is egyet tudok érteni, hogy viszont most elment ugye két forduló, és minden forduló, mindkét fordulóban láttunk olyan dolgokat, amire egy mindenki felkapta a szemöldökét. Ugye ne is menjünk annyira messze, hiszen múlt héten beszéltünk például Csobot Kevin kiállításáról, ugye Karakó Ferenc kiment, videózott, megnézte a dolgokat, piros lapot adott, és mi érdekes, egy azonnali piros lap után, ami azonnali piros lap után azért valljuk őszintén nem egy mérkőzés szoktak adni, érdekes, csak egy meccsre lett eltiltva, a legkevesebb, ami ilyen helyzetben adható. Magyarul, mintha a fegyelmi bizottság is alátámasztotta volna azt a tézis, hogy hát ez az égvilágon semmi nem volt. Viszont nyilván ezek a hibák, hogyha olyan pillanatokban születnek, amelyek azért nagyon sok mindent befolyásolnak, azért tudnak jóval fájóbbak lenni. És itt is egy utolsó percben lévő, 94. percben lévő ítélet volt, úgy, hogy a 93. percben volt még egy fejese az Újpestnek, és akár megnyerhették volna a mérkőzés, és szinte az ellentámadásból jött Szolnoki indítása. És már az indítás pillanatában, ami számomra nagyon furcsa volt, ugye a partjelző emelte a zászlaját egy olyan helyzetben, ahol soha nem szokták már emelni. Szóval nekem azt nem mondja, hogy ő ott bármit látott. Az ilyen szituációkat sokkal inkább elengedik, megvárják, amíg végigmegy a támadás, befejezik, és utána elkezdenek vonalazgatni. Azzal én is maximálisan egyetértek, hogy ilyen helyzetben egy milliméterre kihozni, hogy esetleg pontosan a sark, ahol van a másiknak a vála, ezt 3D-s felvételen pontosan megmondani, és hogy mikor volt hajszál pontosan a labda elrugásának a pillanata, akkor, amikor találkozott a lábába, vagy akkor, amikor elhagyta a lábfejét és lendült, szóval ez képtelenség meghatározni. Ugye most van egy olyan újítás a világ futballjában, hogy a támadó csapatot részesítik előnybe, és vannak olyan országok már, nem a top bajnokságról beszélünk, ahol ugye az egy vonalat sem veszik most már lesnek, ez egy újítás lesz, viszont
utána jártam egy icipicit a dolgoknak, és képzeljétek, az az érdekes, hogy most is van azért nagyon sok újítás ezen a nyáron is a futball szabályzatában. Viszont, és lesz is valószínűleg, ugye ez általában majd a csoportkör kezdete előtt jön ki, ezúton is köszönöm szépen Baumstark Tibinek, mert nagyon hosszasan beszéltem vele, és nagyon sok mindent mesélt ezekről a dolgokról, leginkább a Premier League-re nézve. Viszont az az érdekesség, és Magyarországon ugye Hanacsek Attila, a játékvezetői bizottság vezetője, hogy amikor kijönnek ezek a változtatások, akkor nyilván ezek szabályok, ezek kereteket adnak. Megmondják, hogy erre a szituációra angolból lefordítják, ezt kell alkalmazni, de ugye maga az értelmezés az országonként teljesen eltérhet egy kezezésnek, egy szabálytalanságnak, meg minden. És most is előfordulhat az, hogy például Angliában láthattuk ugye a Community Shield-öt hétvégén, ahol 16 perc hosszabbítás volt, mert a pontrugásoktól kezdve mindent beleszámítottak most már, de ezen kívül is lesznek még változások, például a belemenés keménységét illetően, és előfordulhat az, hogy valaki a bajnokságban hozzászokik valamihez, mert ott úgy értelmezi az adott játékvezetői testület, ugye, ha jól tudom, ott Howard Webbel az élenő, a játékvezetői bizottság elnöke, és utána elmegy nemzetközi szintre, játszik a Bajnokok Ligájába, vagy a Liverpool az Európa Ligába, és akkor ott pedig teljesen más szabályok fognak rájuk vonatkozni, és nem tudják ugyanazt játszani, amit mondjuk tettek a bajnokságba. Szóval nagyon érdekes dolgokat vetesz fel, és nyilván ezek a hibák Magyarországon felvetik annak a kérdését, hogy a Magyar Játékvezető Bizottság élén Hanacsek Attilával hogy értelmezi a szabályokat. Hát egy biztos, hogy értelmezték a tavalyi évet is, meg a tavalyi bajnokságot, és hogyha megengeditek, kicsit visszamegyünk az időben, méghozzá 2023. május 27-ére, hát emlékeztek, ugye a Budapest Honvéd a kiesés ellen harcolt, egyébként pályára lépett ugye akkor Felcsutom, és hát a találkozó 85. percében 0-0-ás állásnál a labda a Puskás Akadémia egyik védőjének, ugye ti is már mondtátok, a szolnokinak a kezére pattant, de sem a játékvezető, sem a VAR nem látta a 11-esnek a nyilvánvalóan büntetőt érő esetet. És most megtudtuk Hanacsektől, hogy sok álmatlan éjszakát okozott a játékvezetőknek, ugye, ami érthető, hiszen a kispestiek, ha értékesítik a büntetőt, akkor talán nem esnek ki, így viszont most a másodos osztályban szerepel. Hát a mérkőzés vélén 0-0-nál. Ezt tegyük hozzá. És ennek egyébként leginkább a Videoton örülhetett, tehát azért ebbe volt egy nevető harmadik is ebben a sztoriban. Akkor még Molfehérvár. Akkor még, bocsánat, Molfehérvár. És erre direkt megnéztem, hogy a Honvéd úgy reagált, egy eső után köpönyeg címmel, hogy leírták ezt az MT-s beszámolót, és azt pedig írják, hogy csak mi tennénk hozzá, hogy ami a játékvezetőknek álmatlan éjszakákat, az a Budapest Honvédnak több 100 millió forintos anyagi és jelentős erkölcsi kárt okozott. És egyébként még egy dolgot szeretnék mondani, hogy a szurkolói lélek az milyen, hogy elkezdték mondani, hogy jó, de igazából csak bűnbakot kerestek, írják, hogy ismét előkerült a régi lemez, mert ugye könnyebb azt mondani, hogy a spori hibája miatt zúgtunk ki, nem pedig az előtte lévő 32 meccs teljesítménye miatt, és közben lehet mélyen hallgatni az előző két szezonról is. Aztán valaki írja, könnyű erre fogni, de ha 3 év alatt nem zűlesztik le a klubot ilyen szintre, nem lettünk volna a bírók kezében az utolsó fordulóban. Szóval hogy már megint egy ilyen nagyon nagy képet kell nyilván néznünk, de hogyha konkrétan csak a VAR-ra akarjuk ezt a műsort kihegyezni, akkor ilyenkor ti mit lépnétek klubvezetőként? Egyáltalán mit lehet ilyenkor csinálni? Mert hát valójában őszintén más kávéház, ugye, mint tudjuk, anyagilag az MB2 meg az MB1. Más sorsok, ugye el kellett küldeni a légiósokat, stb. Más támogatás jár. Szóval, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, hogy elismerik ezt a hibát, ugyanakkor nincs jogorvoslat? Számomra az az érdekes, és ugye ott fejeztem be az előző gondolatmenetet, hogy nagyon nagy kérdés, hogy országonként hogyan értelmezik a megkapott dolgokat. Hogyha ezt a gondolati síkot viszem tovább, az értelmezése és az irányok kijelölése, szóval maguk a szabályoknak az alkalmazása a pályán, az vezetőkhöz tartozik. Innentől kezdve hiába mondja azt Hanacsek Attila, hogy VAD 2 játékvezető a pályán, akit ki se hívta különben videózni, mert Iványi Zoltán videóbíró úgy ítélte meg, hogy itt semmi nem történt, szóval még a lehetőségét sem adta meg annak, hogy visszanézze, mérlegelje, de valószínűleg akkor ezt azért tettem, mert hogy ez volt az iránymutatás. Szóval innentől kezdve az, hogy a játékvezetőnek
álmatlan éjszakája volt, az nem feltétlen fedi a teljes képet, mert valószínűleg Hanacsek Attilának is álmatlan éjszakája kellett volna, hogy legyen ezzel kapcsolatosan. És leginkább azért, és nem értek egyet a hozzászólókkal, mert valóban az elmúlt években a Honvéd teljesítménye nem volt jó, már egy évvel korábban is nagyon billegett a léc, és a végén utolsó fordulóban akkor sikerült bennmaradni, de ettől függetlenül olyan teljesítmény nyújtottak, hogy az utolsó fordulóban megvolt az esélyük. Azban az egy pillanatban, ha ők ott értékesítik, megkapják ezt a büntetőt, jogosan, akkor nekik esélyük van bent maradni. És most erről a pillanat tök mindegy, hogy mi volt előtte. És innentől kezdve meg egyetértek a sok százmillió forinttal, egyetértek a 16 elküldött játékossal, egyetértek azzal, hogy most második vonalban kell kiharcolni újra a feljutás, újraépíteni mindent egy 22 éves átlag életkorra rendelkező kerettel, úgyhogy nyersz Csákváron, de aztán otthon kikapsz Kozár Mislenye ellen, ami már egy picit előrevetíti szerintem a kettőségét ennek a szezonnak. Hát a Honvéd, már állapában faragják őket, ugye a Honvéd álláspontja szerint. De hogy a Honvéd az nem feltétlen számít szerintem feljutónak jelen pillanatban. Szóval az, hogy ő visszakerül az első, a másodosztályba, az nem azt jelenti, hogy ő agyből visszajutnak, és akkor újra 100 milliókot tapsolnak majd, és állnak a rendelkezésükre, hanem ez azt jelenti, hogy lehet, hogy ugyanúgy, mint annak idején a Ferencváros, aki teljesen más okoknál vezérelve került vissza ugye másodosztályba, eltöltenek egy 3 évet is akár. És ilyen bevételkiesést, egy ilyen, ugye múlt héten tradíciókról beszéltünk. Azért a Honvéd 14 bajnoki címével, 8 kupa győzelmével, azokkal a játékosokkal, akik fémjelezték a múltjukat, abszolút a legnagyobb tradíciói klubok közé tartozik. Szóval én úgy gondolom, hogy ez sokkal, de sokkal több annál, mint egy rossz bírói ítélet. És mit lehet ilyenkor csinálni? Én nem láttam, hogy és Isten őriz, mert nem vadkettő ellen szól, mert nyilván én kifejezetten szeretem őt, és nem is Iványi Zoltán ellen, mert bárki lenne ott, ezt megkérdezném, de hogy történt valami? Eltiltották őket? A vadkettő most vezette, ha jól emlékszem, talán a Mezőköves Diósgyőr mérkőzést. Szóval, hogy oké, álmatlan éjszaka, hát ez egy, és hozzáteszem, ez nem úgy került ki, hogy ez hivatalosan, hogy elnézést kérünk, mert hogy ott hibázott valaki, hanem 3 hónappal később egy háttérbeszélgetésből kerül ki az egész. Szóval, és akkor miért nincs valaki, mint annak idején, mondjuk a Fadi esetében is, aki kiáll és azt mondja, hogy bocsánatot kérünk, hibáztunk. Szóval ugye, ez még mindig nem hangzott el. Az időzítés, az nekem is feltűnő volt, hogy igazándiból már elkezdődnek az MB2-es, MB1-es bajnokságok, és akkor egyszer csak olvassuk ezt a dolgot. Ugyanakkor ez is benne van a cikkben, hogy mivel az MLS ugye nem kommunikálja a játékvezetés esetleges házon belüli vizsgálatait és szankciókat, kívülről ugye úgy tűnik, hogy a hibáknak nincs következménye, és erre a Hanacsek Attila azt mondta, hogy egy-egy baki sokszor évtizedes karriert törhet kezdté, volt példa egy osztályon lejjebb sorolásra, nem csak erkölcs, hanem súlyos anyagi konzekvenciái vannak a meccset befolyásoló rossz ítéleteknek, utóbbi már akkor is igaz, ha egy játékvezető csupán egy-két fordulóban pihentetnek súlyos tévedés miatt. Tehát ő azt mondja, hogy igenis van büntetése, ugyanakkor az eső után... Meg hát ne felejtsük el, bocsánat Andris, hogy itt klub, edzők, szakvezetők, vezetők, játékosok, és azok a szakemberek, akik a csapat mellett dolgoztak. Ugye mindannyian tudjuk, hogy akár csak a játék megfigyelőket mindenkit elbocsátottak. Igen, kért tehát bárki elnézést tőlük? Mondani, hogy igen, hogy elhiszem, hogy házon belül esetleg vannak szankciók, de hogy téged kielégít-e az ivá, hogy esetleg eltiltják egy-két meccs a játékvezetőd, vagy vannak álmatlan éjszakái, és akkor ezzel el van rendezve a dolog. Én csak szeretném tudni, hogy amikor pihentetnek egy játékvezetőt, hogy mit csinál? Leül, és akkor átveszi magába, hogy na jó, akkor következőnek jobban fogom látni. Hát ezt nem is értem igazából. Valaki vagy jó játékvezető, vagy nem jó játékvezető, bár azért meg tudom kockáztatni azt, hogy a magyar NB1-ben gyakorlatilag megmondhatatlan, hogy ki a jó játékvezető, meg ki nem. Egészen vad inkonzisztenciákat lehet észrevenni az NB1-es fordulókban. Én most már a második fordulóban járunk, és már most láttam 3 olyan könyöklést, ami azonnal piros lapot ért volna. Visszajátszák, mutatják, könyöklés,
arcon könyökli, de úgy tudod, hogy a könyök csonttal, tehát nem az, hogy így az alkarral vagy valami, hanem tényleg a nagybetűs. Igen, a nagybetűs. Az, igen, amikor Hűvös Gabi bácsi nevelőedzőm megmutatta, hogy figyelni kell, hát gyerekek, ez arról szól, hogy a saját fogaitokat meg kell védeni, azért kell föltenni a kezeteket, bizony. Na és három ilyen eset volt legalább az utolsó két fordulóban, és hát Zsóri Dánielnek, vagy az első, bocsánat, az első kettőben Zsóri Dánielnek például az MTK-ból felszakadt a szája, vérzett, minden baja volt, és nem, még csak vissza se nézik, sőt, itt fölsegítik Zsórit, hogy jó, nem baj, majd következőnek. Most volt, ebben a legutóbbi fordulóban is volt egy olyan, hogy azt hiszem pont a Spandler az, aki kitette a kezét, és Lisztes Juniornak az arcát ütötte meg. Most megint csak semmi, még csak rá se nézünk, nem azt mondom, hogy Spandler ki kéne állítani, Isten ments. Csak arról beszélek, hogy utána két fordulóval később, vagy két meccsel előtte, meg a Csobot Kevin véletlenül rálép valakinek a lábára, és egyből piros. Na most hatalmas különbségek vannak. A kontextust egész egyszerűen nem érzik a magyar játékvezetők. Olyanokért adnak sárga lapot, elképesztő puhánya a magyar NB1 egyébként, olyanokért adnak sárga lapot, ami külföldön, egy német bajnokságban, már akár egy spanyol bajnokságban is semmi köze nem lenne hozzá. Egészen, hogy mondjam, én mostanában nagyon nem vagyok jó véleménnyel a magyar bírók. Különben ez változás lesz a Premier League-ben, ugye, hogy most engedni fogják a keményebb játékot, nyilvánvalóan a szabályos kemény játékot. Persze. Nem kemény, igen. Tehát az hát azért, mert... Azért, mert... Utal, hogy ne legyen puhány, viszont ilyenkor felvetődik az, és ezt sok játékostól hallottam, azért merem bemondani, hogy hát hogy ítélné meg jól, az életében nem focizott, és most tényleg tisztelet a kivételnek, de csomószor ezt mondják, hogy ezért nem látják jól a szituációkat. De hogyha nem látnák jól, folyamatosan nem látnák jól, akkor legalább tudnánk azt mondani, hogy legalább ugyanazt csinálják. De aztán vannak olyan meccsek, amikor meg ez a bíró így csinálja, a másik meg úgy. Ugye itt mondom, hogy mennyire puhány a játékvezetők kara, és hogy nem engedik a kemény játékot, és ide majd visszakapcsolódok a Honvédhoz is, mert ugye a Honvéd szeret üzengetni, nagyon szeret üzengetni, így nem tudom, hogy ki lehet ott, aki a marketinget, meg a hivatalos kommunikációt szervezi, de ő nagyon szereti ezt az üzengetést. Nem tudom, hogy valaki mutassa már meg, hogyha nem, mit tudom én, rasszizmusról, vagy valami nagyon komoly dologról van, hogy mikor szokott egy komolyabb bajnokságban játszó klub így ilyen piszlicsári dolgokból ilyen komoly üzengetéseket. Ja, azt tudom, hogy már nem az Urák Csaba, nem tudom, hogy ki, de nem a Csaba. Különben képzeljétek, hogy mit találtam, egy ideillő történet, hogy februárban volt azt hiszem a Vasas Honvéd kupa mérkőzés, amikor nyert a Vasas 2-0, és a mérkőzést követően ugye összeállítottak egy videócsokrot a játékvezetői bizottságnak, ugye, és az MLS-nek, amit telepakoltak azon a mérkőzésen, különben visszanézték, és nagy részben valós kritizált eseményekkel, Litauszki kezezésekkel, elmaradt piros lappal, stb. Szóval, hogy lehet ilyen is a háttérben, nem? Hogy aki sokszor kiabál, és nem veszi figyelembe esetleg azt, hogy ezek a dolgok ugye kiegyenlítik egymást hosszú távon, azokra megharagudhat szerintetek egy picit így a játékvezetői bizottság? Jó, mondjuk így a Honvéd esetében azért kettőből kétszer most már igazat kell nekik adni, mert azért, mert felkapom a gondolatszálat, mert a Csákvár ellen már az NB2-ben is elkezdték ezt az üzengetést, összeraktak egy videót, hogy a csákvári Karacs nevű belsővédő, aki egészen válogatott módszertannal ütlegelte és ütötte le, és a vakoldalról ment bele a Honvéd játékosokba. Ott is azt mondtam, nagyokat bólogattam, hogy már pedig igaz, tényleg a partjelző előtt ütötték le a játékosokat, és semmit nem tettek érte. Tehát a Honvéd van egy ilyen kis szenvedő szerepben, azért benne van szépen a bírók tekintetében, de hát megmondom őszintén, hogy kicsit rossz érzésekkel hallgattam, Rudi, amikor te itt milliókról beszéltél, meg 100 milliókról beszéltél, azért, mert az utolsó fordulóban nem adnak meg egy 11-est, azért ez egy egészen kivételesen elrugaszkodott állítás a részedről, mert azért tényleg nem volt 30... Hát nem azon múlott, hát abbannak van igaza maximálisan, aki 33 fordulóról beszél, meg arról, hogy nem erősítettek, meg arról, hogy edzőt váltottak, meg arról, hogy... Na jó, de abban a pillanatban arról szólt.
Hát abban a pillanatban arról szólt két fordulóval előtte, meg amikor ők kaptak jogtalan 11-est, akkor meg arról szólt. Tehát ez nem véletlenül, ha egy kieséses rendszerről beszélnénk, arról, hogy mit tudom én, kijutott be a Bajnokok Ligája döntőjével, akkor egészen máshogy fogalmaznám meg, bár akkor is meg lehetne fogalmazni azt a véleményt, hogy 90 percük volt, hogy másképp alakítsák, de az, hogy 33 fordulós bajnokságban arra rávetíteni a kiesést, hogy már pedig az utolsó fordulóban, ahol egyébként valami 2.0 XG-vel kevesebbet termeltek, mint az ellenfél, tehát abszolút nem érdemelték meg se a pontszerzés, se a győzelmet, bár jogos volt a 11-es. De nem arról szól, hogy megérdemled, vagy sem. Hát pedig... Hát bocsánatot követelsz tőlük. Hát bocsánat, akkor miről szóljon, nem arról, hogy ki érdemelte meg? Ez igen, ez olyan, mint a rossz a dumád a szórakozó helyen, és egész éjszaka nem megy oda hozzá senki, de mégis az a lényeg, hogy kiadja rá a hölgyre a kabátot, mikor hazaindul. Szóval... kit érdekel, hogy hogy játszottál egész évben, amikor az utolsó percben, igen, az a lényeg, hogy kirúgja be az utolsó percben a mindent eldöntő gólt. És a mindent eldöntő gólt, az egy embernek a kezében van. És innentől kezdve meg egy picit rossz érzése van az embernek, hogy egy ember rossz döntésétől egy klubnak, az egyik legnagyobb tradíciójú magyar klubnak ugye a jövője forog kockán. Egyébként szeretném utolsó mondatként így lezárni, hogy Szőlősi Györgynek másban is igaza volt, hogy kell bekeretezzük ezt a beszélgetést. Ő felhívta a figyelmet, hogy mindenki VAR-nak meg VAR-nak hívja, miközben ott a videóbíró, bár a videó is ugye külföldi szó. De én innentől kezdve felszólítok mindenkit, hogyha VAR-nak hívom a videóbírót, akkor gyorsan javítson ki, mert ez tényleg sokkal jobb a videóbíró. Vagy rigítnek a merevet. Na gyerekek, erre varjatok gombot, hogy ilyen frappánsan zártam a mai műsor. Jó van, Andris, ügyes hát vagy. Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk akkor sok-sok dologban a véleményetekre. Szerintem itt azért érződött a két szakértő közötti vita is, hogy Iván szerint egy ilyen teljes bajnokságot kell nézni, a Rudi szerint meg azt, hogy mi történik azon az adott mérkőzésen, és akkor abból hogy jön ki egy-egy csapat. Írjátok meg, hogy ti erről mit gondoltok, illetve természetesen Máté Csaba kapcsán is, hogy akkor most maradjon, vagy hozzák az újabb csercseszavot a Fralihoz. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!